Üdvözöllek benneteket, sok szeretettel köszöntök minden kedves kisdiákot és szülőket is, aki esetleg nézi az órákat. Én Agárdi Hajnalka vagyok, a Jován Mikity Általános Iskolában negyedik osztályosokat tanítok, Szabadkán. Ezt a, már hogyha valaki nézte eddig az órákat, akkor már találkozott velem. Mai óránk magyar óra lesz, akkor próbáljuk közösen elvégezni a feladatainkat. Ahhoz, hogy dolgozni tudjunk a mai órán, ma a szó és a mondat a munkafüzet anyanyelvből, az kell, hogy nálunk legyen, ceruza és törlőgumi, az nem árt, és esetleg ha a füzeted ott van, most külön nem kell, de hogyha valamit beszeretnél jegyezni, akkor jó, hogyha ott van melletted. Egy pillanatra megvárom, hogy mindenkinél meglegyen minden. Ez olyan, mintha az osztályban lennénk, ugye? De majdnem. Na, akkor mindenki, hogyha elhelyezkedett, akkor figyeljen rám. Ebben az én kis szatyrocskámban, kis zsákocskámban van valami. Sőt, kiveszem, elolvasom, és figyelj ide. Azt mondja, hogy alma. Figyelj oda. Még másik, azt mondja, hogy negyedik. A következő azt mondja, hogy fut. Alacsony. Kilenc. Száz. Nem a lottó számok. Nagy. Van-e még? Beszél. Írtam egy párat. Táska. Piros, rajzol. Na most persze, iskola. És kifogyott, nincs több. Na most ezek a kis lapocskák, mivel sajnos nem iskolában vagyunk, olyan helyre nem tudom kitenni, hogy mindegyiket lássátok, de nem is az a lényeg, hogy most mindegyiket megjegyezzed, hanem hogyha ide figyeltél, akkor mit hallottál? Szavakat. Így van. Ezt mindenki ugye észrevette. De ha például azt mondom, hogy alacsony, ez már egy, micsoda, egy szófajta, vagyis a szófajokból az egyik, alacsony. Hogy kérdezek rá? Na, tudtad? Ha igen, akkor milyen alacsony? Melyik szófajhoz tartozik akkor? Melléknév. Bravo, ügyes voltál. Na most, hogyha kiveszem azt, hogy kilenc. Ez is egy szó, ezt ismerjük, és hogy kérdezünk rá? Hány vagy mennyi? Kilenc. Tehát mi lesz? Na, igen, jól mondtad, számnév. Na és akkor, hogyha azt mondom, hogy rajzol, hogy kérdezek rá, mit csinál? Rajzol. Akkor ez milyen szófaj? Igen, ő az ige. Így van. Tehát, hogyha szépen akarunk beszélni, ismerni kell a szófajokat, azokat ti már tanultátok, és tudjátok is, és ahhoz, hogy szépen választékosan tudjunk beszélni, ahhoz nekünk mondatokat kell alkotnunk. Beszélnünk kell, ugye? Ahhoz, hogy kommunikáljunk, tudjunk egymással, ahhoz beszélni kell. Van, aki szebben beszél, azt mondják, hogy szépen beszél. Valakinek azt mondják, hogy bőszókincse van. Valakire azt mondják, hogy nem szeret beszélni, keveset beszél. De most az nem jelenti azt, hogy nem beszél szépen azért, ugye?
De, tehát sok fajták vagyunk mi emberek is, sokféleképpen beszélünk, de sok nyelven is beszélünk. Mi a magyarban, ugye, mi magyarul beszélünk, és nekünk meg kell tanulnunk, hogy rövid mondatokat, vagy hosszú mondatokat mondjunk ahhoz, hogy meg tudjuk érteni egymást. És hogy jól meg tudjunk érteni egymást, mert azért néha ugye nem biztos, hogy ha valamilyen szó vagy szócska hiányzik, akkor elég furcsán hangozhatnak egyes mondataink. Na most ahhoz, hogy mi ugye tudjunk szépen beszélni, és az eddig tanultakat is, ugye a szavakat tudjuk összeállítani, mondatokat képezünk, és a mondatoknak részeik vannak. Ugyanúgy, hogy mint ahogy össze tudunk állítani valamit, amikor főzünk, ahhoz is kellenek a részek. Mert ha a levesbe nem teszel répát, még zöldséget, még esetleg borsót, még egy kis sót, akkor az nem lesz jó. A mondatainkba is, ugye hol ilyen, hol olyan dolgokat bele kell kapcsolni, hogy érthető és jó legyen. Tehát a mai órán a mondat fő részeit fogjuk megismerni, vagyis az állítmányt és az alanyt. Beszéltetek már róla harmadikba is, de most negyedikbe is kezdjük, és ugye majd később, tehát nem most, de minden órán kell majd egy-egy bővítménnyel is megismerkedtek, és tehát bővíteni fogjuk a tudásunkat is, ahogy mondják a mondatokról. Nézzük csak, hogyha megnézzük a tankönyvünkben a 72. oldalon az első feladatot, ott írja a mondat fő részei, az alany, az állítmány és az alany. Na most ezt mindenki hallotta már és tudja, hogy ha el is felejtette harmadikról, akkor azért egy kicsit fel kell frissíteni. Az első feladatunk az lesz, és ezt én ki is gépeltem, és előre elnézést kérek, mert nincs minden kigépelve, van, ami majd a munkalapokból lesz fénymásol, van bemásolva, ami ki is van dolgozva, amit gyerek dolgozott ki, tanulók, ez ilyen használt könyvből van, de azért is segítség, mert akkor nektek is könnyebb lesz a magában a munka. Most esztétikailag nem garantálom, hogy ez a legszebb, csak az idő hiánya véget egy picit azért, ezért elnézést kérek, de azt hiszem, hogy a digitális könyveink lesznek már negyedikben, és akkor könnyebb lesz, mert nekünk még az nincs, első másodikosoknak már igen, de mi majd csak a következő generációban fogjuk ezt alkalmazni. Akkor most nézzük ezt, hogy is működik az egész munka. Figyeljünk ide! Az első feladat írja fent, vagyis azt mondja, a feladat így szól. Olvasd el a mondatokat, majd húzd alá kétszer a mondatnak azt a részét, amellyel állítunk valamit, írd le csoportosítva az aláhúzott részeket. Na, tehát, hogyha megnézzük a mondatokat, mindenki ismeri a méheket. A méhecske szüntelenül dolgozik, csak haragjában vagy félelmében szúr. A dolgozó méhecske menten elpusztul, ha az emberbe vagy állatba döfi fullánkját. Na most, itt meg kell néznünk, amit állítunk, akiről amit állítunk. Tehát két része van, itt van ugye az egyik oszlop, neked a könyvben benne is van végig, itt pedig a másik oszlop, és itt lesznek a kérdőszavak is, amiket majd látni fogsz. Nézzük csak az első mondatot. Mindenki ismeri a méheket. Nézzük csak, hogy kérdezők. Tehát mindenki ismeri a méheket. Tehát mit állítunk? Azt, hogy ismeri. Ugye? Hoppá, ezzel visszamegyünk, azért ne érjünk hozzá. Tehát azt, hogy ismeri, és hogy ki ismeri, akkor mindenki. Tehát mit vettünk észre? Hogy amit állítunk, az az, hogy ismeri a méheket, és ki ismeri a méheket? Mindenki ismeri a méheket. Tehát akiről valamit állítottunk.
Nézzük a következőt. A méhecske szüntelenül dolgozik. Mit állítunk? Dolgozik. Ezt kettő vonallal húzod alá, ezt már harmadikból, ugye, ezt tudod. És azt mondja, hogy tehát szüntelenül dolgozik, mit csinál, dolgozik, és kidolgozik szüntelenül a méhecske, az csak egy vonallal húzod alá. És akkor itt már be is tudod írni az egyik oldalába, ugye, hogy ideírod, hogy amit állítunk, ide beírod, hogy dolgozik, és kidolgozik szüntelen, ugye, a méhecske, őt fogod oda beírni, hogy a méhecske dolgozik szüntelen. Csak haragjában vagy félelmében szúr. Na most mit állítunk? Azt, hogy szúr. Kettő vonallal fogod aláhúzni, ugye duplán, és hogy csak haragjában vagy félelmében szúr. És kiszúr haragjában vagy félelmében? Hát a méh, ugye, azért, mert a dolgozó méh azt mondja, csak haragjában vagy félelmében szúr. Te ezt tudod a szövegből, hogy ez a méh, akiről szól. Tehát itt nem minden pillanatban írja ki. Na most, és hogyha mi történik? A dolgozó méhecske menten elpusztul, ha emberbe vagy állatba döfi fullánkját. Tehát mit állítunk? Azt, hogy döfi, és azt mondja, ki döfi a fullánkját? A méhről szól, tehát a méh fogja a fullánkját. Ez pedig mindig, hogyha mit állítunk, azt mindig két vonallal kell aláhúzni, az állítmány, és hogy kiről állítjuk, azt mindig egy vonallal húzod, az pedig az alany lesz. Tehát erre oda figyelünk, és most pedig lent itt a szöveget, hogyha megnézed, vegyetek elő egy piros színes ceruzát, ha vár, ha nem is pirosat, de a ceruza is jó lesz, csak jelöljed meg, mert ez egy nagyon fontos dolog. Azt a részt, amely az állítást tartalmazza, állítmányi résznek nevezzük. Tehát amivel állítunk valamit. Hogy azt állítom, hogy az erdő, mit tudom én, az erdő szép, akkor mit állítunk? Szép. A másik rész, akiről vagy amiről állítunk valamit, a mondat alanyi része. Tehát mi szép? Az erdő. Vagy mit tudom én, azt mondom, hogy Péter magas, akkor mit állítunk? Hogy magas. Ki magas? Péter. Ugye, tehát mindig rá kell kérdezni. Az állítmány rész, legfontosabb mondatrész, az állítmányi rész, legfontosabb mondatrésze az állítmány, az aranyi rész, része az alany. Az alanyt és az állítmányt bővítő mondatrészek a bővítmények. Tehát amikor meg ki fogod bővíteni, mert ugye nem csak két szóval beszélünk, hogy az iskola nagy, hanem ugye az iskola szép, nagy, tehát lesznek majd még itt bővítmények is. Nézzük csak tovább, hogyha tovább tudunk menni. Ez majd a másikra lesz. Így. Ezt, amit említettem, hogy ezt diákkönyv, mert a tanítónak diákkönyv van, amit örököltünk. Úgyhogy a 73. oldalon lehet dolgozni, és itt mindjárt a kettes feladatot meg lehet nézni. Az első, vagyis mit is ír, azt mondja, sorolt fel az előző csoportosításból azokat a szavakat, amelyek önmagukban is válaszolnak a kérdésre. Tehát például, hogyha mit állítunk, azt, hogy mindenki ismeri, ugye, például, akkor mit állítunk? Azt, hogy dolgozik, ugye, az előző mondatból, ahogy megnéztük. Mit állítottunk? Azt, hogy szúr. Szintén az előző mondatban, amikor írtuk, akkor mit állítottunk, hogy döfi, ugye?
és mit állítunk? Azt, hogy elpusztult. Ugye ezeket a mondatokat az előző mondatokban, amit felolvastunk, ide külön kell csak beírni. Tehát, és ki és mi, és ez és az állítmány. Tehát ki, akkor azt írja, hogy mindenki és a méhecske. Tehát akiről, amiről állítunk, az a mindenki, vagy pedig mi, kiről állítunk, még a méhecskéről. Tehát akiről állítunk, és ugye amit állítunk. Az alany a mondat fő része, akiről vagy amiről állítunk valamit. Kérdőszava az állítmányhoz kapcsol, ki, mi, kik, mik. Az állítmány a mondat, az állítmány a mondat másik fő része, amit az alanyról állítunk, kérdése a mit állítunk. Tehát ez egy nagyon, nagyon egyszerű példával, csak hogyha ennyit mondasz, az iskolában játszunk, mit állítunk? Játszunk. Hol játszunk? Az iskolában, ez még nem is az a legjobb, hanem például Péter fest, mit állítunk? Fest. Ki fest? Tehát mindig rá kell kérdezni, hogy ki fest? Péter. Tehát mindig úgy keresed, hogy mindig a kérdőszóval, tehát az állítmánnyal is rákérdezel az alanyra, és akkor így megtalálod hamarabb. És akkor, hogyha ezt már megcsináltuk, akkor kérdezz a következő mondatok alanyára és állítmányára, írd a kérdéseket és a választ is. Na most ezt ti most nem kell, hogy írjátok, mert az úgy nagyon hosszú idő lenne, de viszont átnézzük, hogy megpróbáljunk megkeresni a mondatokban az alanyt és az állítmányt. Egyszer egy méhecske belepottyant a patakba. Mit állítunk? Azt, hogy belepottyant. Ki pottyant bele? A méhecske. Tehát mindjárt meg is találtad, tehát mit állítunk, hogy belepottyant, kétszer aláhúzod, ez az állítmány, és ki vagy mi pottyant bele, a méhecske, ez az alany, és egyszer húzod alá. Tehát és akkor itt látod is a belepottyant és a méhecske, ki is van választva, és utána ebbe az oszlopba ugye az állítmányokat, és ebbe pedig az alanyt kell ugyanígy beleírni a kérdőszó segítségével, mert csak úgy tudod megtalálni. Nézzük a következőt. Majdnem belefulladt. Mit állítunk, hogy belefulladt? De most itt ebbe rejtett az alany, nem látod, mert tudod az előző mondatból, hogy kire vonatkozik, ugye? Tehát erről is már beszélhettünk még harmadikba, úgyhogy ez így jó lesz. És mindig az állítmányra kérdez először, az alany kérdését mindig egészíts ki az állítmánnyal, így nem hibázol. Tehát nagyon oda kell figyelni, és akkor könnyebb lesz neked is ezt megoldani. És a 74. a negyedik oldalon is vannak még feladatok, amit például Juci fogalmaz, ez a feladat, testvére játszik, a kislány senki sem zavarja. Megkeresett például, hogy milyen szófajta, ezért is játszottuk azt a szófajtát, hogy például Juci fogalmaz, mit állítunk? Fogalmaz, ki fogalmaz? Juci. Na most itt azt kell tudnod, hogy az állítmány szófaja, tehát nem kell neked azt kiírni például, hogy fogalmaz, nem, hanem mit csinál? Fogalmaz. Ez ige, akkor ide beírod, hogy ez ige. Az alany szófaja kifogalmaz? Juci. Tehát akkor nem azt írod ide, hogy Juci, hanem azt írod ide, hogy főnév. Esetleg, ha valaki beírta, hogy Juci, zárójelbe és főnév, az se lesz hibás. Jó. Hát kérem szépen, hogyha ezeket a dolgokat már
ismerítették, és egy kicsit fölelevenítettük, házi feladatra a 6-os feladatot itt a 74. oldalon oldjátok meg, és mindenkinek jó munkát kívánok hozzá. Azt hiszem, hogy egy kis ismétlés és tanulás, és ezen túl csak bővíteni fogjuk még a tudásunkat. Viszontlátásra, jó munkát kívánok!